Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Örömmel köszöntelek titeket itt a templomban és a internetnek csatornáink keresztül is. Mai misénken Fehérben vagyunk ismét, Szent Skolasztika ünnepe van, Szent Benedeknek a testvére. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a nagy hírű és nagy szolgálatot beteljesítő bencés rendet ketten alapították. Ugye Benedek a férfi ágat, értelemszerűen Skolasztika pedig a női ágat vitte, kezdte el. Skolasztikának a neve az nekem mindig egybecseng az iskolával. Tehát valahogy ez a skóla mindig benne van. Viccesen mondtuk, hogy Szent Suli is lehetne. Most a felajánlásokban ezt mindenképpen szeretném bele fogalmazni. A mai napi mise főszándéka Beteg Károly testvérünk gyógyulása. Emellett szeretnék imádkozni még elhunyt Ferenc testvérünkért, elhunyt Redu atyáért, elhunyt Róbert atyáért és az iskolásokért, hogyha már Skolasztika a mai napnak a védőszentje. Méltó módon tudjunk együtt lenni az ünneplésben, az Úrral tölteni élők s holtak egyaránt ezt az időt. Nézzünk önmagunkba és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessem el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz. Most is megadom nektek általános feloldozás kegyelmét, hogy tiszta lélekkel, erőben tudjátok kezdeni a napotokat. Isten, a mi irgalmas atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szent Lelket a bűnök bocsánatára. Az Egyház szolgálata által bocsásson meg nektek, adja meg a békét, és én feloldozlak titeket bűneitektől, Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Amikor az Úristen megalkotta az eget és a földet, még semmiféle bokor nem hajtott ki rajta, sőt, még fű sem sarjadt a földből. Akkor ugyanis az Úristen még nem hullatott esőt a földre, és még ember sem volt,
aki megmunkálja azt. De forrás fakadt a földből, és megöntözte annak egész színét. Ezután alkotta meg az Úristen az embert a föld korából, belé lehelte az élet leheletét, és így lett az ember élőlény. Ezután az Úristen az Édenben napkeleten kertet ültetett, és oda helyezte az embert, akit alkotott. A földből mindenféle fát növesztett, melyet látni szép, és amelyről enni jó. A paradicsomkert közepén pedig kisarjasztotta az élet fáját, meg a jó és a rossz tudásának fáját is. Az Úristen tehát az embernek adta az édenkertjét, hogy megművelje és őrizze. Azt a parancsot adta neki, a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert ha egyszer arról eszel, meg fogsz halni. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mondj áldást lelkem, Urunknak, Istenünknek. Mondj áldást lelkem, Urunknak, Istenünknek. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, én Uram, Istenem. Fenségbe és ékességbe öltözöm, sugárzó fény a te köntösöd. Mondj áldást lelkem, Urunknak, Istenünknek. Mindenek tőled várják, hogy enni ők adj kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, megnyitott kezedet és eltelnek minden jóval. Mondj áldást lelkem, Urunknak, Istenünknek. Ha megvonod éltető erődet, elpusztulnak és a porba térnek. Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod. Mondj áldást lelkem, Urunknak, Istenünknek. Alleluja, 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 alleluja. Uram, a te szavad igazság, tégy szenté minket igazságod által. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus egy alkalommal maga szívta a népet és tanította őket. Hallgassatok rám mindnyájan, és jól értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut az emberbe, hanem ami az emberből származik, az szennyezi be őt. Amikor Jézus a népsokaság előtt bement a házba, a tanítványai megkérdezték tőle, hogy mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte: hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy mit megeszik az ember, az nem szennyezheti be, mert nem a szívébe jut, hanem gyomrába. Ezzel tisztának mondott minden ételt, aztán így folytatta: ami az emberből ered, azt teszi tisztátalanná az ember, mert belülről, az ember szívéből származik minden gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapriság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, kevésség és léhaság. Ez a sok-sok rossz mind belülről származik, és ezt teszi tisztátalanná az ember. Ezek az evangélium igény.
hála Istennek a prédikációnak minden tanítói és segítő és hitnövelő. Mi volt a mellett igazából, talán ebből, amiket felsoroltam, talán a segítő funkció a legeslegfontosabb, és azt szeretem, hogy ha bennem is akár kétség támad, vagy valami olyan dolog támad az evangélium, vagy az olvasmányok alapján, akkor közösen elmélkedve, imádkozva idehozhatom. Teljesen más íven volt még a gondolatom, meg a szívem, és most, hogy én olvastam az olvasmányt, sokkal inkább betalált egy mondat. Ugye hallottuk a teremtés történetnek második elbeszélését, és ott a két fa a gyümölcsével, és amikor kutatjuk a világban lévő nehézségeinket, az ősellentmondásnak a jele az egyik fa, ugye a jó és a rossz tudásának fája. És állítólag mi ennek a, sőt, hát a hagyományunk szerint ettünk ennek a fának a gyümölcséből. Mi okozza bennem a zavart? Mert okosabbak talán sejtik. Semmi sem szennyezheti be az embert, ami kívülről érkezik, hanem csak az, ami az ember szívéből származik. Tehát ennek a fának a gyümölcse hogyan okozott ekkora törést, nehézséget és egyebeket. Nem a válaszokra vagyok kíváncsi magam részére sem. Csak megint kattog a lélek ilyenkor, meg kattog az agy, kattog a szív. És talán valahova tovább segít. Egyébként az eredeti mondandóm pont a félreeső hely. Félreeső helynek a gondolata volt, azt ugye nem kell nektek elbeszélni, hogy az mit jelent. Tehát megesszük a dolgokat, és annak van egy útja, és a félreeső hely pedig ennek a végpontja. Azt érzem az evangéliumból most már, hogy 2-3 napja folyamatosan a teremtés könyvére reagálnak ezek a szent olvasmányok, hogy kaptunk egy hatalmas nagy készletet, telve lehetőséggel, kincsel, dolgokkal, és a saját belátásunk szerint ezeket tudjuk használni és formálni. Tehát egy kincsel telehintett édenkert van most is. A törések ellenére is. És mintha ennek a korrigálásának a lehetősége az eredeti isteni akarat szerint ránk bízva meg van védve és nem csorbul. Tudom, a teológusabb érzékű emberek akkor egyből Krisztus megváltásának művét igénylik, de az az érzésem, hogy kezdettől fogva meg vagyunk váltva. Már abban a pillanatban az ős evangéliumot megnézitek. Ebből az emberi szívből fakadólag a döntés Isten ajándékával, kincsével, az élet lehetőségével mindig nálad van. Azt is tudnám mondani, hogy ne ócsárold a teremtett művet, meg a világot, benne lévő dolgokat, mert te döntesz afelől, hogy ez hogyan alakul és hogyan megy tovább. Lehet, hogy eretnekségeket pedzegetek, de úgy érzem, hogy jobb szabad lélekkel és szívvel gondolkodni Isten ügyei felől, és ebbe titeket segíteni, mintha megint valami olyan jönne ránk, amit nem te magad élsz meg. De mintha Krisztus is erről beszélne folyamatosan. Sőt, az evangéliumban erről beszél. Tehát úgy érzem, hogy ráerősít az Úr is erre a dologra, amit itt most pedzegetek, érzek, elmélkedek. Az evangélium persze addig a szintig merészkedik,
hogy az ételek és a tisztasági törvény, hogy ezzel mondott tisztának minden ételt. Én azt mondom, hogy ezzel mondta ki tisztának Isten teremtett egész világ mindenségét. Felolvasom még egyszer ezt a részt. Nem tudjátok, hogy amit megeszik az ember, az nem szennyezheti be? Mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába és a félre eső helyre kerül. Aztán így folytatta, az emberből ered, és azt teszi tisztátalanná, ami az emberből ered, azt tudja tisztátalanná tenni az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasság, törés, kapzsiság, rossz indulat, csalás, kicsapongás, irítség, káromlás, kevésség, lévaság. Ez a sok rossz mind belülről származik. És ezt teheti tisztátalanná az embert. De ott van mellett a másik oldal, nem írja így az evangélium, de az összes sok jó is. És akkor már ott állunk a jó és a rossz tudásának fájánál. Valami a képesség, ez a jó és a rossz tudásának a fája inkább. Merre akarod tovább vinni a művemet, kérdezi tőled az Isten, amikor ott állsz előtte. Itt van a szabadság a te kezedben, azért, mert neked ajándékoztam. És nem csak a teremtés összes művét, hanem ha emlékeztek a tegnapi napra, magamat is neked ajándékoztam. Ez meg már a Krisztus, ezt már nem is kell magyarázni nektek. Nem tudom, melyik szentünk mondta, hogyha tudnátok, hogy ki az ember, akkor igen, elcsodálkoznátok ezen. Tehát ekkora szabadság és ekkora kegyelem birtokában a teremtés művét szemléli velünk együtt az Úr, folyamatosan inspirálva, segítve, lehetőségek sokaságát ajándékozva, önmagát ajándékozva, valami nagyon nagyba bevonva, és nagyon nagy ívűbe. Ha lehet beszélni magasztosságról és fontosságról és megbecsülésről, akkor itt most lehet. Mindenféle kisebbítés nélkül. És talán mondhatom azt is, hogy ennek a méltóságnak birtokában, tudatában, tényében jó munkálkodni. Bár látjuk a rosszat, és bennünk is itt a lehetőség arra, hogy azt választjuk és fogalmazzunk meg olyanokat, ami minket elválaszthat a jótól, de mondjátok meg őszintén, van kedvetek? Mindemellett. Ugye, most már kicsit nehezebb igent mondani a rosszra. Istennel, Krisztussal, a lélekben, teremtés teljes egészében megerősödve. Ez vagytok ti, ez az ember. Amen. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus, jöjj, te vezess utamon. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét. Te vagy a fény a szívemben, Jézus, Krisztus, jöjj, te vezess.
mindenben Jézus, Krisztus, jöjj, te vezess utamon. Kérjük testvérek a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt és itt egyeült egyházadért könyörgünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg! Szent atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a Szent Szolgálatban segítő társaikért könyörgünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg! Az egyházak egységéért, a kubányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörgünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg! Beteg, éhező és bajlódott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. A földi életből eltávolodott szeretett testvéreinkért és az örök boldogságukért könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, add meg Károly testvérünknek a gyógyulást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Említett elhunyt papjaidért, elhunyt Relu atyáért, elhunyt Robi atyáért, elhunyt Ferenc testvérünkért, könyörögjünk az Úrhoz. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, hallgass meg minket. Érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most lett a kenyér, Krisztus testévé. Imádkozunk most együtt testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk színe előtt. Fogadja el az Úr kezünkből az áldozatot. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, te szent skolasztika és szent Benedek lelkében, a régi ember helyébe, saját képedre kialakítottuk az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel engesztelő áldozatunkat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg. És így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. És hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket.
de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haladat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem győz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és a hűvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Relu és Robert szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy ők, akik a keresztségben titkos módon részesültek Szentfiadnak a halálában, részesüljenek Szentfiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, ebben a szent misében különös módon is Károly testvérünkön, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ilyenkor szoktuk felmutatni, ugye, ő által, ő vele és ő benne, a kenyeret és a kelyhet. És tudjátok, hogy a kenyér és a kehely az igazából a másik fa, amely ebből a fából ered, néha fel kell mutatni a keresztet is. Ez az élet fájának a termése. Ez meg le van írva a Szentírásban nagyon sokszorosan, hogy ebből meg minden nap egyetek és igyatok, míg a másikból nem kellett volna,
ebből meg tessék fogyasztani. Sokszor és sokat. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. És a szeretettel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek. Béke veletek. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Hiszem, Uram, és vallom, hogy te valóban jelen vagy legméltóságosabb oltári szentségben. Éden kertjébe két fát ültettél, és az élet fája, elég bizonyosan a keresztnek a fája, és ennek ez a termése, Szent Fiat teste és vére. Míg az egyikről tiltottál, másikról pedig nekünk akarod adni önmagadat folyamatosan. Ez a mi életünk, és hisszük, hogy benne vagy. Hisszük, hisszük, Urunk, és költöz minden módon szívünkbe, és alakíts, formálj minket az örökségre, amelyet nekünk adtál kezdettől fogva. Amen. Krisztus teste és vére őrizzen meg mindnyájunkat az örök életre. Amen. Jézus élete merőm béké, Jézus társam örömöm, benned bízom, te vagy az Úr,
nem meg benne élsz. Már is mit fél, nem meg benne mondjuk el az imádságunkat is. Mindenható Úrunk, Atyáink Istene, alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének. Segítség a betegség megelőzését, leküzdését, és a hatékony eszközök eljuttatását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak. Adj az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősíts bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk, könyörög, irgalmazz nekünk. Szent Benedek és Szent Szkolasztika, könyörögjetek érettünk. Összes magyar szentek és boldogok, könyörögjetek érettünk. Csíksomjói, boldogságos Szűz Mária betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Szent Skolasztika Szűz emlékét ünnepelve kérünk Istenünk, hogy példáját követve szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, és elnyerjük örök szeretetet boldogító ajándékait, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten, mindörökkön örökké. Amen. Zárásképpen az olvasmánynak a fákról szóló részét idehozom megint. Az Úristen tehát az embernek adta az éden kertjét, hogy megművelje és őrizze. Ezt a parancsot adta neki, kert minden fájáról lehetsz, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert ha egyszer arról eszel, meg fogsz halni, az élet fáját pedig nekünk ajándékozta Krisztusban mindörökké. Állandó napi betevőnké, mindennapi kenyerünké. Amen. Az Úr legyen veletek! Boldogságos Szűz Mária és minden védő szentjeitek közbenjárására. Itt a mi templomunkban különös módon is Szent Háromságos Egyisten kegyelmi kiáradása által
Mind a magyar szentek és boldogok, mai napon pedig Szent Benedek és Szent Skolasztika közbenjárására is. Áljon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson minket a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. A Szent Mise végetért küldetésnek van, menjetek békével. Istennek legyen hála. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról, Magyarországról, édes hazánkról. Most segíts meg, Mária, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek,